már azokban a háborús időkben. Így éppen eléggé megterhelte őket jelen megjelenésem. Életem nem volt zökkenőmentes, és ez készített az írásra. Eléggé szabad stílusban. Ha nem írhattam volna ki a gondolataimat, talán bele is betegedtem volna. Úgy vélem, Isten azért engedett élni és megélni annyi minden, jót, rosszat egyaránt, hogy a leszűrt tanulságokkal másoknak is segítsek. És ha csak egy ember is felismeri a saját érzéseit, megoldatlan gondjait, vagy épp a megoldást találja meg írásainkban, megérte. Krajcsó és Katalin néha. A bánat, az öröm csak fut mellettünk, a szívünk, az eszünk csak nyüglet nekünk, a bánat, az öröm mit ér már nekünk, a szívünk egy vekker, mi kattog bennünk. Az eszünk egy géplet, már nem érezünk, az öröm, a bánat csak fut mellettünk.